Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Március 14-én nemzeti ünnepünk előestéjén Budapesten a Nemzeti Színházban is bemutatják Sobor Antal Perejt Uram című regényének színpadi változatát. A darabot Szikora János rendezésében láthatják a budapesti nézők. Erről beszélgettünk a rendezővel. Nagy tisztelettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját, ezúttal rendezői minőségében, hiszen március 14-én a Nemzeti Színházban is bemutatja a Vörösmarty Színház Sobor Antal Perej Uram című regényének színpadi adaptációját, amelyet Román Károly alkalmazott színpadra. Mi volt az első gondolata, amikor felmerült a lehetősége, hogy ezt a darabot itt Fehérváron színpadra vitt? Beleborzongtam abba a lehetőségbe, hogy az, amiről szól ez az egész történet, az tőlünk egy kőhajításnyira történt meg, nem is olyan régen, és a történelemnek egy olyan szegmensét mutatja, amit nem lehet a történelemkönyvekből megtanulni. Vagyis a történelemnek a hétköznapi arcát, ahogyan az úgynevezett hétköznapi emberrel, vagy az úgynevezett egyszerű emberrel megtörténik. Ez éppen ezért, amikor én ezt elolvastam, kifejezetten megrendültem. Nem csak a két pap tragikuma miatt, hanem azért is, hogy hogy élünk hihetetlen tragédiák és drámai nyersanyagok mellett úgy, hogy nincs is róla tudomásunk. Amikor ellátogattam tavaly nyáron Csákberénybe, akkor őszintén szólva arra számítottam, hogy hát talán találok valami emléktáblát, meg valami nyomot, ami ennek a két embernek az emlékét őrzi, és bizony meglepődtem, amikor nem csak emléktáblát találtam, hanem emlékoszlopot, szobrot és megemlékező embereket. Sőt, kiderült, hogy ez az emlék annak a szűk közösségnek, és itt most Csákberény lakosságát értem, azt a mai napig foglalkoztatja. Csákberény egy olyan kicsi község, hát az országban, ha bárkit, azt gondolom, aki nem ezen a tájékon lakik, megkérdezzük, hogy na hol van Csákberény, biztosan zavarba jönne. De ezek az emberek, ezek itt a 19. század végén első ízben szembesültek a hajnaú rém uralmával, a megfélemlítés, az emberek megfélemlítése, az itt kezdődött ebben a kis közösségben. A székesfehérvári előadás beteljesítette a rendezői szándékot, hiszen a premier előtt úgy fogalmaztál, engedd meg, hogy idézzelek, a mai nap a gyász mellett a köszönet napja is, hiszen a Sobor Antal kisregényéből az adaptáció bemutatott mű az utókornak adott ajándék, amit alkotói üzennek nekünk, hogy a magyarok sok vérrel és küzdelemmel kivívott szabadsága nagyon drága. Ezen nem tudnék módosítani, ezen az invokáción. Megmondom őszintén, hogy a premier az nem mérvadó. Ez nem mérvadó egyfelől, mert az ember alkotóként nagyon ideges. Én magam 40 éve nem vagyok képes hozzászokni a premierek stresszéhez, feszültségéhez, és általában az esetek 90%-ában mindig bosszankodva élem meg, mert mindig csak a hibát látom. Ez sem sikerült, ezt is elrontottam. Miért nem? Tehát az ember így puffog, dohog magába. Tehát nem egy normális állapot. Viszont a premiért követően, ahogy néztem az előadásokat, és figyeltem az embereket, és őszintén szólva nekem talán a legpozitívabb visszajelzés az volt, hogy ugyanazt a fajta megrendülést éreztem
a nézőtéren, amely megrendülés engem is hatalmába kerített a puszta olvasás után. Mert ha ez a megrendültség nem jött volna bennem létre a puszta olvasáskor, akkor valószínűleg nem is lettem volna képes ezt így megcsinálni. De az, hogy a bennem lévő érzést, ezt képes voltam felkelteni, továbbvinni, továbbadni a nézőknek, hát persze ebbe tehetséges játszótársak segítettek, az a legnagyobb eredménye ennek az előadásnak. Fogalmazhatunk úgy, hogy sikerült megőrizni ebben a darabban Sobor realista prózájának egyszerűségét, azt a tömörséget és azt a kivételes drámaiságot? Igen, ez egy nagyon pontos megfogalmazás. Hozzáteszem azt, hogy a Román Károly-féle dramatizációt követően, nem azt megelőzően, azt követően olvastam el az eredeti kisregényt, és pontosan ezek a stiláris jegyek ragadtak meg benne. Az egyszerűség, a stiláris egyszerűség és drámai tömörség. És hát mi kell más egy jó színpadi irodalmi alapanyaghoz, mint drámai tömör egyszerű nyelvezet. Sobor Antal azt mondta a könyvemutatón, hogy az utókor gondoskodott róla, hogy hőseit, a morális helytállás példáit ne feledjük. Ebben nagy szerepet játszik ez a színházi adaptáció mindenképpen. Meglepődött, amikor a Nemzeti úgy gondolta, hogy egyik legszentebb ünnepünkön, legfontosabb ünnepünkön ez méltó bemutatásra kerüljön? Igen, persze, meglepődtem, jól esett. De másfelől pedig azt gondoltam, hogy hát igen, ez nagyon jól esik, hogy meghívják, de hát azért ennek itt a helye. Ennek itt a helye, ezen az alkalomkor és ezen a helyen, és itt most nem a Fehérvári Társulat miatt, nem a Sobor Antal miatt, hanem a nemzeti ügy miatt. Nagy kihívás a Nemzeti egyébként? Mikkel kell készülni rá? Igen, mindenképpen kihívás, mert jóval nagyobb a nézőtere, nem olyan jó az akusztikája, mint a Fehérvári Színháznak, és nagyobb a színpada, bár talán ez a színpadnyílás szűkíthető ebben a mértékben, de az a fajta intimitás, amit a mi színházunk közege képes nyújtani ennek az előadásnak. Nos, ezt a típusú intimitást, ezt nem lesz egyszerű feladat a Nemzetiben reprodukálni. Az alkotói üzenet egyértelmű, és ez sikerült átadni a székesfehérváriaknak, nyilván így lesz a Nemzetiben is, hogy a vérrel és küzdelemmel kivívott szabadságnál nincs fontosabb. Méltóság kíséri ezt a március 15-ét. Öröm töltöd el, hogy ez így alakult? Igen. Örül az ember annak, amikor egy igazi érték, Sobor Antal művére gondolok, és őszintén szóval most nem csak erre a konkrét műre, hanem magára az életműre, és magára az alkotóra gondolok. Tehát itt van egy nagyszerű ember, egy igazi tehetség, és mondjuk meg őszintén, a szűkebb régió irodalom szerető közösségén túl keveseknek mond a neve valamit, pedig mondhatna. Sobor Antal helye az egyetemes magyar irodalom történetben egy nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon, de a köztudatban nincs ott, ahol kellene lennie. Egy ilyen előadás az mindenképpen egy jó alkalom arra, hogy akik számára az irodalom jelent valamit, azok számára Sobor Antal életműve ugyanolyan felfedezés számba menjen, mint amilyen felfedezés számba az én számomra ment. Tehát nagyon fontos számunkra. Ugyanakkor dupla az öröm, legalábbis a színházrajongók tália szerelmesei számára, hiszen az a Murakami Haruki darab, amit a legendás japán íróból mi megkaptunk, a Kafka tengerparton című regény színpadi adaptációját, az szintén Budapestre kerül.
Én azt gondolom, hogy ez egy óriási siker rendező számára is. Néha-néha beleborzong az ember fia, mert valljuk meg, még mindig néha vidékinek tekintenek bennünket. Pedig nem kellene, sőt, a számomra az elmúlt évek egyik legnagyobb erkölcsi elégtétele volt, hogy egy ilyen színdarab, mint a Kafka a tengerparton, az Fehérváron nem bukott meg. Tehát sokan a közeli ismerőseim közül, amikor meghallották, hogy én ezt a darabot be akarom mutatni, már egy, ugye ott kezdődött, hogy be akarom mutatni, kettő, nagy színpadon, bérletes előadásban, hát te nem vagy normális. Hát ez meg fog bukni. És igen, magam is úgy gondoltam, hogy hát igen, benne van a bukás kockázata. Nem azért, mert olyan silány volna a minősége, hanem mert annyira próbára teszi szellemileg a befogadó embert, és vajon van erre fül, van erre érzékenység, van erre kíváncsiság kellő Fehérváron? És volt. Tehát most már túl vagyunk a bérletes előadásokon, és ennek az előadásnak a híre pillanatok alatt elterjedt a szakmában. Elterjedt a híre a bátorságunknak is, hogy színpadra mertük tűzni, de elterjedt a híre annak is, hogy bárki jött szerte az országból megnézni ezt az előadást, egy fehérvári bérletes előadásban tudta megtekinteni, és ennek az előadásnak a nézői egy kifejezett nyitottsággal, kíváncsisággal nézték ezt az egészen különleges, egyébként kortárszerzőnek a művét. Igen, hát az érzékszerveken túli valóság megtapasztalásának élménye az mindig különleges. A nézők jól fogadták, én ezt személyesen is tapasztaltam. Ugyanakkor mi várható Pesten? Egy évvel ezelőtt, amikor a Millenárison pont ilyen tavasztáj rendszeresen mutatkozik be a Nemzetközi Könyvfesztivál. A Nemzetközi Könyvfesztivál alkalmával tulajdonképpen az összes jelentős magyar könyvkiadó megjelenik a legújabb kiadványaival. És így az egyik standon felvonult a Geopen könyvkiadó is, amely kifejezetten arra specializálta magát, hogy Murakami Haruki regényeit magyarra fordítja és kiadja. Mert ugye mi most a Kafka a tengerpartról beszélünk, de ez azt hiszem, hogy sorrendben már a negyedik magyar nyelven megjelent regény, és akik nem ismerik sem a művet, sem a szerzőt, azoknak mondom, hogy meglepetésszerű az a fanklub, az a rajongói tábor, akik alig várják az újabb Murakami Haruki regény magyar nyelvű megjelenését, és akik megítélése szerint ebből a magyar nyelven megjelent szériából talán a Kafka a tengerparton a legizgalmasabb, vagy a legmaradandóbb olvasmány élményt nyújtó könyv. Nos, kifejezetten egy ilyen irodalmi várakozás előzi meg ennek a produkciónak a budapesti vendégjátékát, tehát nagyon bízom abban, hogy egy kifejezetten kíváncsi és nyitott közeg lesz az, akinek ezt bemutathatjuk a Nemzetiben. De hát immáron kijelenthetjük, hogy Tamura és Sakura története maradandó, köszönhetően természetesen az íróknak, az olvasóknak, és leginkább ebben a formában Székesfehérvárnak és Szikora János rendezőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm.